Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Következő vendégünk Halász János, az interneten a Fidesz országgyűlési képviselője és a frakció szóvivője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megkezdődött az évad a parlamentben is. Milyenek voltak a benyomásai az első naptól? Nagyon pontos volt, miniszterelnök úr, pontos volt. Iránymutatást kaptunk, illetve beszámolt a tekintetben, hogy mit végzett a kormány az előző parlament ülés óta, hogy az a iratlan alkotmányos szokásaink alapján minden évben megtörténik. És utána pedig elmondta azt, hogy mire számíthatunk a következő időszakban. Szerintem nagyon fontos és iránymutató vita folyt tegnap a parlamentben. A parlamentbe érkezése előtt még a megyei közgyűlésen is volt, és Debrecenben a világon minden volt, volt maratoni futás kinn a reptéren. Mennyire pezseg a debreceni élet erről, ha beszámolnánk? Nagyon jó program volt hétvégén. Tegnap is még a 100 éve tették le a Déri Múzeum alapkövét. Ez az a múzeum, ahol a Munkácsi trilógiát őrizzük. Nagyszerű, nagy múltú, és most is nagyon komoly muzeális intézményünk. Igen, hétvégén is sok program volt Debrecenben és a környékén. Korábban volt a reptéri futás, ahol nagyon népszerű és nagyon sokan mennek erre a rendezvényre. Egyébként is van Debrecenben egy Mozdulj Debrecen című program, ami különböző lakóterületeken is hasonló programokat szervez. Éppen azért, hogy az egészségmegőrzést is segítsük, vagy egyfajta közösségépítés is induljon el így a szabadidős pót kapcsán. Persze a reptérnél vannak újabb hírek is, mert éppen a héten derült ki, hogy van egy kérés arra vonatkozóan, hogy a meglévő Magyarország és Törökország közötti repülési kapacitás lehetséges bővítésére van jelentkező, és ez Debrecenből indul. Vélhetően egy Debrecen-Isztambul járat lesz, majd hamarosan bejelentik. De hát tudjuk, hogy vannak állandó járataink, Eindhovenben, Londonban, Münchenben, Tel Avivban. Nyáron zajlottak azok a járatok, amelyek többnyire a gyaraló szezonhoz illeszkednek. Ezek Görögországban indultak, tudjuk, hogy a Ciprusra induló járatok most már egész évben jelen lesz. Tehát ott is van egy nagy fejlődés, egy nagy előrelépés. A repülőtér mennyivel több turistát hozott Debrecen városának az elmúlt hónapokban? Visszaállt már a repülőtér forgalma a pandémia előtti időszakra, ami több százezer, vagy akkor ebből mindig nehéz megítélni, hogy mennyi turista és mennyi az üzleti út, hiszen a Müncheni út egyúttal turista is tud lenni, hiszen rávisz olyan nagy messze menő járatokra, vagy onnan érkező, Debrecenben érkező lehetőségeket biztosít a Müncheni repülőtér nagy kapacitása miatt. Tehát ugyanakkor meg a német befektetők kapcsán nyilván jönnek onnan olyanok, akik üzleti útra jönnek. A lényeg az, hogy pezseg a város, mind gazdasági, mind kulturális értelemben. Azt mondja, hogy a német befektetők, akkor beszéljünk egy kicsit az új BMW gyárról, ami hogy épül, és hogy végül is mi történik az akkumulátorgyárakkal, mert tegnap hallottuk a miniszterelnök expozéjában, hogy amennyiben ezek nem épülnének meg, akkor 35-be búcsút inthetnénk az összes autóösszeállító egységnek. Igen, a miniszterelnök pontosan elmondta, hogy mi ennek az ügynek a aktuális ereje és mi a távlata. Tudjuk azt, hogy a BMW Debrecenben olyan gyárat épít, amely elektromos autókat, tisztán elektromos BMW autókat fog gyártani. Ez az a platformja üzeme, ami most a legfontosabb a számukra. 25-ben, az most már két év csak, már el is indul a termelés. Nyilván látjuk, hogy mifelé megy a világ. Nagyon fontos a környezetvédelem, nagyon fontos a klímavédelem, és tekintettel arra, hogy a károsanyag kibocsátásnak körülbelül az egyharmadát a gépjárművek teszik ki. Nyilván ezért is döntött úgy Európa, az Európai Unió,
2035-től már csak tisztán elektromos járműveket lehet gyártani és üzembe helyezni. Gyártani lehet, de üzembe helyezni csak ilyeneket lehet. És erre föl kell készülni, és ez zajlik, ez egy ipari átalakulás. Nyilván ennek megfelelően kell megfelelő ütemben már mostantól gyártani az elektromos autókat. Ez indult Debrecenben. Nagyon jó, hogy ebben Magyarország részt tud venni, mert ez erősíti a gazdaságunkat, munkahelyeket ad a családoknak, megélhetést teremt. Debrecenben is ez történik. De azt is kell látni, hogy az elektromos autóhoz nyilván kell valami, ami azt hajtja, az az akkumulátor. Azt is gyártani kell. A cégek nyilván ezt úgy tudják megtenni, és szokták megtenni, hogy lehetőleg minél közelebb legyen, mert az autót össze kell szerelni, ahol benne kell tenni az akkumulátort is. De ez nagyon fontos dolog, hogy ez tiszta technológia és teljesen új akkumulátorgyártás. Az egy másik kérdés, hogy ez milyen ütemben és hogyan tud megindulni, de hát épülnek a gyárok, összhangban a BMW gyárral is. Ez mind-mind új munkahely lehetőséget teremt a városnak, és mind-mind ellenőrzött körülmények között történik. És az ellenőrzött körülmények azt jelentik, hogy azok a igen szigorú európainál is sokszor szigorú magyar hatósági követelmények, amelyek a törvényekben szerepelnek, azt be kell tartani a gyáraknak, de is tartatjuk le. Több ellenzéki képviselő felszólalt, és manpower, illetve idegen munkásokról számoltak be. Hogy van Debrecen fölkészülve a gyárak leendő alkalmazottainak az elhelyezéséről, ha egyáltalán? Össze-vissza beszélnek az ellenzékiek, meg hazudoznak. Ők akarják, hogy itt minél több olyan munkás meg ember jöjjön be, aki a magyarok elől elveszi a lehetőséget. Ők a migránsokat is behoznák. Ha ne legyen kétségünk, ha ők kormányoznának, akkor itt már régen migráns kvóta érvényesítés lett volna, ők Brüsszelnek engedtek volna, és itt lenne rengeteg migráns, aki Brüsszelben akar nyomni a Magyarországon és más országokban, de ellenállunk. Ellenállunk a népszavazás, és ezt mondja, minden ezt mondja, nem fogjuk engedni. De ugyanez, hogyha ezt csinálnák a vendégmunkásokkal is. A helyzet nem az, amit ők mondanak, hanem a következő. Egy nagyon ellenőrzött körülmények között nagyon szabályozott rendszer működik. Mégpedig olyan rendszer, hogy nem veheti el a magyarok elől a munkát, mert csak akkor lehet munkásokat más országból Magyarországra hozni, ha a magyarok már azokat a munkahelyeket nem tudják feltölteni. Ez az egyik fontos dolog. A másik, ellenőrzött körülmények között papírral érkeznek, és korlátozott időre. Ez talán maximum 2 év. Tehát itt szó sincs arról, mit a művelőjogot az ellenzék. Értem, de mégis az világos, hogy szükség van munkásokra. Hogyha a környező országokból hozunk munkásokat, őket is valahol altatni kell. Tehát valahol lakniuk kell. Debrecenben vannak új szállodák, de hát gyári munkások általában nem szállodákban szoktak lakni, hanem munkásszálon. E területen van-e valami előrehaladás? Hát a szabályozott keretek között működik ez Debrecenben, mert nem lehet akár munkásszállon sem sehol építeni, azt is mind a városnak kell engedélyezni. És a város erre odafigyel, hogy ez olyan környéken vagy olyan helyszínen kell legyen, ahol nem zavarja a debreceni életet. De hát otthon Debrecenben e tekintetben is össze-vissza hazudoznak, és önként kereszt terjesztés zajlik, amikor elmondják, hogy egy ismert nagy áruház helyett majd a munkásszálló lesz, és így tovább. A mai korban nagyon kell vigyázni ezekkel a hírekkel, mert nagyon könnyű bedőlni az ilyen butaságoknak. Ellenőrzött körülmények között zajlik a dolog, hát aki Debrecenben él, látja, hogy nem bojdult fel a város élete semmilyen tekintetben. Persze vannak külföldiek, nagyon sok turista, pénzt hoznak ide, itt laknak. Persze vannak külföldiek, nagyon sok egyetemista, több ezer, akik itt bérelnek lakást, akik itt járnak vásárolni, itt költik a pénzüket, itt tanulnak. Szóval, és van olyan, ahol építeni kell dolgot, ahol már nincs elég magyar munkaerő, oda pedig szabályozott keretek között jönnek. De az arányok azok nagyon egészségesek. Értem, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és bízunk benne, hogy mi hamarabb élőben is tudunk találkozni, hogy beszámoljon nekünk a parlament munkájáról. Ma tanácskozás lesz, már azt hiszem akkora délelőtt elkezdik a munkát.
és itt csak annyi időnk marad, hogy jó munkát és szép ünnepeket, hisz tegnap az első szöget beverték már a zsidók, a sátoros ünnep, a sátrakat elkezdték felállítani, de hát túl vagyunk az új esztendőn. A Jom Kippuron mindenkit bepecsételt az örökkévaló, és akkor most jön a vigadalom, a sátoros ünnep. A legjobbakat, és köszönöm, hogy velünk volt. Előzetesek, és jövünk vissza. Halász János látták, a Fidesz országgyűlési frakciójának a szóvivőjét, országgyűlési képviselőt, és meg annyi bizottság tagját. Köszönöm. És akkor előzetesek, és már is itt vagyunk újból. Tartsanak velünk!